Alekszandr Vulin erősen tiltakozik, amiért a magyar állam könnygázt és vízágyút vett be a menekültek ellen, mindez pedig Szerbia területén is teszi. A szociálpolitikai miniszter szerint egyik államnak sincs arra joga, hogy ilyet tegyen. Ovo jednostavno nije način. Ostanak velikog broja ljudi na malom prostoru bez mogućnosti da makar zatraže azil je nešto što će samo rađati ovakve probleme. A szerb hatóságok most arra törekednek, hogy rábírják a migránsokat, hogy hagyják el a kaotikus határszakaszt, és menjenek a magyar-kanizsai pihenőtáborba, biztonságba. A vészhelyzet miatt több menekült már megindult Magyar-Kanizsára. Vulin elmondta, több migráns a szerb rendőrséghez fordult segítségért, mert családtagjaik, feleségük vagy gyerekeik Magyarország területén ragadtak. Az incidens kapcsán a szociálpolitikai miniszter annyit mondott, hogy nem a szerb rendőrség okozza a problémákat, és nem gátolhatják meg azt, hogy a migránsok az ország területéről valamit átdobjanak Magyarországra. Vulin hozzátette, a szerb kormány felszólította a magyar hatóságokat, hogy nyissák meg a határátkelőket, és gyorsítsák fel a menedékkérelmi eljárást, mert a vízágyuk semmit sem mondanak meg.